hogy legyen elrendezve szabályosan. Dobozt is két oldalasan kell ragasztani, pedig az a jó megoldás. De jó! Karácsonyunk szerintem az maga a csoda. Fantasztikus közösségi program, családi program. Na, te rakjunk még rá, hogy erre is, oda néz. Ez nagyon szép. Na, apa, te is rakjál valahova ide. Sokkal értékesebb akkor valami, hogyha saját készítésű. Tehát nagyon sok gyönyörű adventi koszorút lehet kapni mindenhol, de az, amit mi készítünk el, az sokkal szebb, sokkal több érzés van benne. Közösségépítő dolog ez, tehát tényleg ebben a rohanó világban szerintem egyre nagyobb szükség van arra, hogy tényleg ezeket meg tudjuk élni, ezeket a pillanatokat. Tényleg arról szóljon a karácsony, ami a lényege, ugye? Jézuska születésnapját ünnepeljük. Én még azt szeretem, hogy karácsonykor anyáik nem szoktak dolgozni, és nagyon szeretem, hogy akkor itthon vannak is, és együtt vagyunk. Az a hangulat, amikor este díszítjük a fát december 23-án este, azt én nagyon szeretem meg, hogy alig tudok aludni is a másnap reggel miatt, és mindig izgulok. És mindig alkudozik, hogy hánykor legyen ajándékozás. Ha rajta múlnak, a reggel 6-kor kelnénk karácsonykor, és akkor mindig kitoljuk, hogy 8 vagy 9, de tök mindegy, ha mondjuk 9 órára tesszük, akkor már 8-kor ott téblával a szobánkban is. Mondjuk, hogy már csak 60 perc van, már csak 40 perc van. A hagyományok őrzése, a tradíciók nagyon-nagyon fontosak. Sajnos most már 5. éve, hogy nincs velünk az anyósom, és nem megyünk most már oda karácsonyozni Martonvásárra. És nagyon-nagyon hiányzik, de átvettem a stafétabotot tőle, Kati mamától, aki nekem tulajdonképpen a második anyukámként szerettem, olyan volt, mintha ő is az anyukám lett volna. És ilyenkor előkerül a martonvásári ünnepi készlet. Elkészítem azokat az ételeket, amiket a mama készített nekünk mindig, amivel ő várt minket. De jó! Nagyon jó lett szerintem. Szerintem nagyon is tetszik. Na, rakjuk az asztal közepére. Örülök neki, hogy követjétek az instrukcióimat. Díszítjük a fát együtt. És akkor úgy hallgatunk zenét, hogy... Mindenki, tehát főleg én szoktam diszkozni, hogy akkor mindenki mondja, hogy melyik dalt szeretné. Saját készítésű Betlehemünk van, a házat Csabi készítette, és hát az összes többit pedig mi. A saját készítésű adventi naptár 1-től 24-ig meg van számozva, és akkor ezek azok, amiket még nagyon pici korunkban készítettek. Megszületett a kis Jézus betlehemi jászolban. Mindenkinek örömet hoz, boldogító jó voltak. Az adventi angyalka minden éjjel hoz bele valamit. Mi, amíg élünk, ezeket a díszeket fogjuk a fára tenni. Amikor nagymama meg nagypapa leszünk, akkor olyan jó lesz mutatni, hogy nézd meg, kisunokám, ezt még anyukát készítette, amikor akkora volt, mint te. 24-én reggelre megjön a Jézuska. Kicsit imádkozunk a fánál, és utána veszik át az ajándékot, akkor bontogatják, akkor már nekiállok főzni, készülődni. Most Blankával megbeszéltük, hogy ő is mindenképpen szeretne segíteni, és együtt főzzünk. A karácsony az, amit leginkább át tudunk élni lelkileg is, meg úgy ezekkel a kis saját készítési dolgokkal, ugye, ahogy ki van díszítve a házunk kívül belül. Szóval úgy gondolom, hogy mi egy igazi kis csodát varázsoltunk ide magunknak, nem? És az az érdekes, hogy a gyerekek azért tisztában vannak már karácsonnyal kapcsolatos dolgokkal, mégis a misztikuma megmaradt, mert ők is úgy akarják megélni ezt, és úgy akarnak érezni. Azt kívánom, hogy ez a szeretet, ami ilyenkor bennünk felerősödik, az legalább egy évig kitartson, és akkor jövő karácsonykor
újra töltekezünk. Áldott békés ünnepeket kívánok mindenkinek!